Sziasztok! Ma folytatom a tördést Total War Dividend Conquer végigjátszásomat Vasudvarda, és itt maradt abba ugye, hogy elfoglaltam, ha jól emlékszem, két területet is elfoglaltam, ugye Angmartól, plusz megkapták a skriptel sereguket, és ugye szeretném Sarumannal elfoglalni Mount Gundabadot, és a Wolfsmenektől elfoglaltam ugye Rosgobet, plusz az Angmári inváziósereg ugye meg is támadta Karazgaladont, és hogyha megindítják a támadást, akkor ugye becsatlakoznak még a Hóorkok és Mordor is. Plusz szerintem a Wolfsmenek szintén meg fogják indítani a támadást Goblin falva ellen. No de akkor, azt hiszem jöhet egy körváltás. Plusz meg lehet, hogy a Dalek királyság is megtámad, bár nekik van néhány ellenségük, szóval szerintem mégsem fognak megtámadni. Vagyis hát remélem, nincs kedvem velük is harcolni. Oké. Senki nem indította meg a támadást. A törpe király pedig meghalt. Oké, Szerelondot tovább tudom fejleszteni. Oké, Edorázba pedig nem tudok építeni többet. Ha jól láttam, amúgy Erui felé vette az irányt egy Wolfsman csapat. Come on! We have completed an objective. Move! Objective collision up. Ezzel a csapattal irány erre. Come and get me. Get ready for fighting! Get ready for fighting! Pick your feet up! Be gone! Orcs! Kill them all! Destroy them! Is that what you want? Okay, Mordor, ha jól látom, még több csapattal jön ugye Tirith Anduinhoz. Get ready for fighting. Regroup, you louts. Objective complete. Orcs, move. We have completed an objective. Pick your feet. Get ready for fighting. No sleeping here. Move. Get ready for fighting. Regroup, you louts. Move. Regroup, you louts. Come on. We have completed an objective. No sleeping here. Oké, már nem is támadják Goblin falvát. Valójában így is jó. Get ready for fighting. Oké, már és nem támadják tovább izét. Mount Gundabadot, ahol ezüstgerendás pél urukok vannak. Az igen, 2, 4, 6, 7 csapat Orc Defenders, az szép. Ja, az, az gáz. Na jó, ám bár az urukhályok ellen nem lesz esélyük. Arcra fel! Sarumanért! Ahogy ugye az urukhályok szokták mondani. Units march!
Oké, ugye itt vannak a főtérnél. Rendkívül sok ork védő van. Hol van a izé? Hol van a Pale Uruks? Ezek a védők, testőrség. Á, itt vannak. Na ezek nagyon jók. Amennyiből lehet ugye ezeket a izével kéne támadni, a nazgályokkal. Oké, arra gondoltam, be is küldöm a vargokat, hogy intézzék el az ellenséges katapultot. Oké, irány előre. Hé, mi a fenének álltak meg? Ó, oké, kicsit sok vargot elveszítettem. Valamiért csak úgy megálltak. Vagy lehet én klikkeltem mellé? Oké, amúgy igazából nem kell szétlőni a tornyot, mert nincs itt senki. Oké, kicsit közelebb kéne menni. És szedjük le ugye az íjászaikat. Ó, várjunk, nem jó. A Pale Uruks, nem akarom, hogy az Orthanc Guard ugye a Pale Uruks ellen harcoljon. Az Orc Defenders ellen harcolhatnak, de a Pale Uruks ellen inkább ne. Azok ellen inkább harcoljon ugye Sarumannak a testőrsége, plusz a Nazgályok. Oké, az ellenséges íjászoknak nagyjából vége. Oké, meg kéne dobálni őket bombákkal. Oké, amennyiből lehet ugye nem kéne nagyon egybe tömöríteni az egységeket, hanem amennyiből ugye lehetséges mindig több irányból kell támadni az ellenséget.
Kéne egy kis segítség a názgályoknak. Nem akarom, hogy túl nagy veszteséget szenvedjenek el a názgályok. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Oké, a Mountain Guard nincs bónusz VS páncél, az jó, de annyi az egész 18 mellejátak. Oké, ez a nagyobbik csapat Berserker irány erre. Warthunt Guard. Alul maradnak amúgy a izével szemben, a Mountain Guard Mountain Guard-dal szemben. Igazából nincs esélyük. Ezért is kell ugye a Berserker, hogy hátba támadjam ezt az egységet. Sok idő lenne, ugye még legyőznék a Mountain Guardok azért az Orthanc Guardot, de a végén csúnyán alul maradnának, csak ugye sok időbe kerülne, még legyőznék őket. Oké, ezeket a vargokat nem kéne elveszíteni, ám bár... hatan maradtak. Az lehet, hogy azt jelenti, hogy el is veszítem őket. Oké, az ellenség 95%-a megsemmisült. Itt amúgy rendkívül... Ó, várj, még van egy íjász. Igen, az íjász meg a kapitány. Ugye rendkívül sok egységet kilőttek a számszer íjászok. Oké, most már nincs. Megsemmisültek. Oké, sajnos elveszítettem jó néhány Nazgayt is. Oké, a Mountain Guardok, mivel ugye aranygerendásak, így nehezen adják fel. Szerintem az utolsó néhány az meg fog törni. Vagy nem. Oké, mindhalálig harcoltak. Íjászok, lőjék ki ezt az utolsó ork védőt. Meghalt vagy két szövetséges katonám, vagy saját katonám, ugye baráti tűz miatt. na mindegy. A lényeg, hogy ugye Gundabad a miénk.
Oké, okay, kell ugye a foundry, és a többi épület az maradhat. Oké, okay, hogy elnézem, vasudvarnak ugye itt nincs olyasmi, ami... Ugye a Great Gates of Gundabad, vagy a Ruined Hall of Awakening nem ad egységet, ám bár a csapatoknak extra két morál, az jó amúgy. Oké, okay, ugye át tudom majd képezni az egységeket, és a varg egység az, az megmaradt. Rendben, arra gondoltam, hogy akkor meg kéne indítani a támadást ugye Ostin Gale ellen. És ezt is el kell foglalni. Plusz kéne ide némi erősítés, mivel ugye elfoglalom a területeket, de meg is kell védeni. Így kéne hozzak vagy 10-15 egységet, ami ugye pótolná a veszteségeimet, és lennének ugye védők is. Jelenleg ugye kicsit kevés a csapat a környéken. Oké, okay, pikások előre. Gyalogosok szintén. Berserkerek, nazgáljuk oda. Kicsit előre, és... szintén számszerijászokkal is bemegyünk. Vargokkal... a vargokkal is valójában jó lenne bemenni, és teljesen körbe. Continue like this, we will smash the enemy. Get another one ready. Woodman Wardens, me. Jó vicc. Az egy jó vicc. Oké, okay, itt a lovasíjászokat lassan le is ölték a pikások. A vargokkal kéne támadni a Skin Changers-t. Na jó, valójában nem jó ötlet. A Skin Changers megeszi a izét, a vargokat.
Ó, most mi a francnak van ennyire rákattanva erre az IAS egységre az AI? Ezek a Beorning harcosok ugye nagyon bepöccentek arra a számszerű IAS egységre. Oké, bár a skin change az nagyjából legyőzve. Á, hogy jön egy csapat Walshman. Oké, itt ugye a berserkerek és a nazgályok mészárolják a lovasságot, te jó atya úristen. Mi a franc ez itt? Mikor ölték ezek le itt ezt a rengeteg lovast? Jézusom! Kész lovas mészárlás volt. Oké, ez nem jó. A Bjorning Shield Bearers ugye az veszélyes a vargokra nézve. Oké, a Bjorning Warriors pedig lassan elintézi ugye ez a két csapat számszerű IAS. Oké, az ellenséges lovasság azt le is győzték a berserkerek meg a nazgályok. Jézus Mária. Ilyet még nem igazán láttam amúgy, tényleg ennyire, ilyen gyorsan és ennyire egybe legyenek lemészárolva a lovasok, te jó ég. Várjunk, a hadvezérük az valójában még valahol itt van. Oké, inkább a Walshman támadnám és nem a izét, a Shield Bearers-t. A Shield Bearers az erősebb, ugye? Ott van még egy. Oké, vargokkal vissza. Vagy támadjuk ezeket itt hátba. Oké, a gond az, hogy a vargok nem rohamoztak. Vagyis... De, csak rohamoztak egyet. Az jó amúgy. Kíváncsi vagyok, mennyi ölést szednek össze a nazgályok a csata végére. Thank you.
Oké, itt ugye lassan legyőzik az EOTO-t Footment is, és hát a Woodman Trackers, oké, az ugye móka lesz az izének, az egységeknek. Oké, a vargok inkább ne. Mert nem háttal állnak, hanem oldalt, így... itt sok varg meghalt már. Plusz ugye, hogyha nem tudnak rohamozni a vargok, akkor a Shield Bearers nagyon csúnyán intézi őket. Oké, ez az Uruk-hát gyalogos egység vonuljon vissza. Mondjuk a izét elintézhetném a vargokkal, a Woodman Trackers-t. Oké, amúgy azt hiszem, hogy ezt az egységet valójában el fogom veszíteni. Kár lenne, mert ugye már három bronzgerendásak. Valójában... oké, szóval valójában a tábornokok az átjött ide, és a Nazgályok ellen harcolt meg a berserkerek ellen. A men have taken control of the city. Oké, győztünk. A legtöbb ölés pedig... azt hiszem Nazgai, igen, Nazgai ugye 392. Utána... Uruk-hát gyalogos 287? Mennyi a berserker? Csak 110? Az kevés. Akkor, ja, amúgy... Akkor nem a berserkerek voltak, akik ugye leölték azt a rengeteg lovast, hanem a Nazgaiok. Majdnem 400 ölés ugye a Nazgályoknak. Oké, itt még van 26% Melkor's Shadow. A bárányokat sem szeretik az Uruk-hályok. A bárány farm sem ad ugye semmit. Ó, te jó ég! Brown Boat az... Mordori? Az igen. Get ready for fighting! Come on! No sleeping here! Oké, nagyon kéne erősítés ide. Na jó, legyen az, hogy körváltás. Plusz ugye két Nazgullal irány vasudvard, mert ugye oda gyűjtöm a seregeimet majd. És mind a két Nazgull fog kapni ugye egy-egy sereget.
Oké. Megindították a támadást, éjszakai harc lesz, ami nem jó. De ugye mindenki becsatlakozik. Ó, te jó ég, ott még van egy mordori sereg. Ajjajjajjajjajj. Oké, még a játék kicsit le is lassul, ugye, mert éjszakai harc. Oké, harcra fel. Ám bár szerintem meg fogjuk nyerni a csatát. Ha jól emlékszem, háromszor veszítettem el Karaz Galadont. Oké, ugye Karaz Galadont mindössze egy irányból lehet támadni. Fúúúúú, bakker. Berzerkerek, várjuk. Jaj, az erősítésük itt is van. Ah, atya úristen. Ezek mikor megindulnak, te jó ég. És csak itt lehet bejönni. Hűha, az érdekes lesz. Ez nagyon-nagyon érdekes lesz. Oké, számszerű jászokat ide fölrakom. Oké, a gond az, hogy ide nem lehet helyezni. Mondjuk lehet, hogy fel tudom majd küldeni őket, miután... Várjunk. Oké, ott lehet fölmenni. Miután elindul a csata. Na jól van. Sok berserkerem van. Ami szerintem jó ötlet volt, hogy a berserkerből legyen egy csomó. A számszerű jászok pedig jó helyen vannak. Várjunk. Ja igen, ez az egység irány ide. A számszerű jászok nagyon jó helyen vannak amúgy itt fent. Ám bár egyelőre inkább ne lőjenek. Egyelőre várok. Csak akkor lőjenek, miután az ellenség bent van. Ha minden igaz, az ellenség ugye megpróbálja majd azt, hogy átnyomul az egységeimen. Oké, ugye megindulnak, feljönnek ide, az jó. Hű, bakker! Itt nagyon sokan vannak. Ez nagyon-nagyon sok ellenség. Ezeknek egész király fekete páncélja van. Valójában a három pikás egység középen legyen, mert ugye az ellenség ott fog bejönni. Oké, megindultak. Ajjajjaj. Van egy olyan nézésem, hogy kevés lesz az FPS.
Oké, a lovasaiknak majdnem vége. Hát, annyi az egész, attól tartok, hogy ki fog fagyni a játék. Oké, ugye csak fel tudtam hozni ide az íjászokat. Az első két egység, ugye ez és... és ez. Ők folyamatosan ide lőjenek. Ide. Rendkívül jó a rálátásuk ugye az ellenségre, nagyon-nagyon jó. Karasz Galadon amúgy nagyon jól ki van építve, ugye csak egy irányból lehet támadni, és ahogy jön be az ellenség, ugye az íjászok minden irányból tudják lőni őket. Megérkezett Mordor. Mordor és az ologályok. Nekem trójaim vannak, az ellenségnek ologájai. Jííí, bakker. Ajaj. Kicsit kevés az FPS már. Ajajajajajaj, Jézus Mária. Csak a játék ne fagyjon ki, még hogyha ugye végig is laggolom az egészet, még úgy is jó, csak a játék ne fagyjon ki. Ám bár igazából nem kéne kifagynia. Jézus Mária. Ám bár a teljes ellenséges seregnek a 20%-a az már meghalt. Oké, amúgy kezdem elveszíteni a trollokat. Amúgy már ezüstgerendások a trollok. És hogyha el is veszítem őket, annyira nem nagy gond. Oké, bevettem a izét, bevettem a nazgályokat is. Igazából az összes íjász ide lőjön. Jéj, bakker. Hogy fordítsam a kamerát, hogy valahogy nyerjek pár FPS-t, vagy valójában mindegy. Oké, így valójában egy kicsit jobb. Oké, mindössze két troll maradt. Az ellenség 32%-a meghalt.
Ám bár lassan elérik az izét, az Orthanc gardot. Annyi az egész, úgy, hogy rendesen át tudnak nyomulni az egységeimen. Ja, inkább nem. Inkább csak így. Azt hiszem így lesz a legjobb. Az utolsó védvonal ugye az Uruk-hai Bodyguards. Jaj. Oké, okay, ám bár én eddig csak 19%-ot, most mondjuk most 20%-ot veszítettem el, az ellenség 46-ot, szóval az aránya az épp annyira nem rossz. A Nazgályokból még senki nem halt meg, egy sem. Egy troll még mindig megvan. Ó, oh, itt egy ologáj. A számszeriászok lassan kezdenek kifogyni, ám bár az összseregnek az 51%-a meghalt, nekem 25%. Oké, okay, az íjászok, akik kifogytak, irány a fő. Ó, egy köcsök szelszord elérte a főtért. Vagy főteret. Jézus, várja ember, hogy próbálnak átnyomulni. Wow. Only half the enemy force remain. Pray something changes in the course of battle, for defeat seems almost certain. Oké, okay, számszeriászok ugye, akik kifogytak, le a falról. Oké, okay, amúgy most már így is van némi FPS-en, mivel már az ellenség 61%-a meghalt. A gond az, hogy lassan kifogytak a számszeríjászok. Oké, okay, az Angmar, igen, az az angmári hadvezér volt, ő meghalt. A foe has lost control of the city. A számszeriászaim lassan kifogytak. A foe has taken control of the city. Oké, okay, azt hiszem, hogy az a Hó-ork tábornok volt. Oké,
Oké, ez így nem néz ki jól amúgy. Nagyon, nagyon rámentek a főtérre. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Várjunk, hogy megyek én rá a főtérre, hogy visszavegyem? ez így nem jó. Ez a csapat be ezer kell vonuljon vissza. Ajaj. Ajaj. Oké, kicsit nyomuljunk előre. Okay. Így jó. Újra kezdődik a számlálás, ha ugye megint sikerül elfoglalják. Néha elfoglalják, néha és utána ugye el is veszítik, szóval rendben van. A gond az, hogy van még egy mordori sereg a közelben. Has lost control of the city. Oké, 51%-a a seregemnek meghalt. Oké, a Nazgájoknak már csak ugye, vagy a Nazgájokból már csak 20-an vannak. A probléma az, hogy nem sikerült megölni egy mordori tábornokot sem. Így az egységeik ugye nagyon kitartóan harcolnak. Csodálkozom, hogy az én tábornokom még életben van. Itt pedig annyi a hulla, hogy nem lehet látni ki a hulla és ki az élő. Oké, megölték az IAS kapitányt, aki ugye egy ilyen Temple Ward katona volt.
Akár intézzétek már ezt az egyet. Oké, ám bár az ellenség 91%-a megsemmisült. Na végre. Oké, ezzel a csapat berserkerrel kicsit körbe, és a főtéren lévőket kéne támadni. Oké, még mindig van 18 Nazgai. Oké, a gond az, hogy sok íjászt elveszítek. Oké, ugye eddig 69%-a halt meg a seregemnek, az ellenségnek pedig már 94. Oké, annyi az egész, hogy kicsit kéne, meg kéne kerülni őket. Néhány egységgel. Mordornak amúgy nagyon nagy mázlia van, mert ugye a tábornokai még életben vannak, így az egységek nem nagyon törnek meg. Vagyis egyelőre egyáltalán nem törnek meg. Oké, ez az íjász egység vonuljon vissza, mivel már ezüstgerendások, így nem kéne elveszíteni őket. Jéééé, bakker, mi van itt? Jézusom, még az FPS is leesik, annyi hulla van ott. Az a Sellsword egész jól bírja. Oké, most már nem. Ja, győzni győzünk, csak ugye brutális nagy veszteséggel. Igazából csak azzal van a gond, hogy még mindig ugye Mordornak van serege a környéken. Oké,
Oké, okay, amúgy ott van egy tábornok, azt el kéne intézni. Hozom is ugye ezt a 38 berserkert, aztán le is támadom a tábornokot. Gyűlölöm, mikor spammeli az AI izét a parancsot. Ez most komoly? Ilyenkor úgy gyűlölöm az AI-t, mikor ezt csinálja. Oké, okay, most már nem csinálja. Már megint! Oké, okay, az egyik mordori tábornok ott van. Már három berserker ugye támadja. Vagy négy. Már megint! Oké, az a tábornok. Ja, vagy 6-7 berserker is csapkodja, de nem akar meghalni. Na végre. Ideje volt. Ám bár még van egy tábornokuk. Oké, itt van ez a Sellsword. Intézzétek el. Oké, az meghalt. Kíváncsi vagyok, melyik egységnek van a legtöbb ölése, de hogyha tippelnem kéne, akkor mondanám, hogy Nazgai, de ugye a szamszeri jászoknak nagyon jó rálátása volt az egész csatában, ugye, és még ugye, mikor volt lőszerük, akkor rendkívül sok ellenséget kilőttek. Ám bár lehet, hogy a Nazgaiok ugye egy idő után csak visszahozták. Ne spammeld a nyomvat parancsokat! Direkt ugye izét támadom, a Southony Warband egységet, hogy ne tudja spammelni az AI a parancsot. Oké, okay, amúgy jó lenne megölni az izét, a másik tábornokot.
Okay, make one tease, Nazguy. Már csak 9. Oh, wow. Most megöltek még egyet, már csak 8. Oké, a tábornok meghalt. Fel fogják adni a harcot. Oké, már csak 7. Mondjuk a testőrség az lehet nem adja fel. Már csak 6. Ó, te jó ég. Egész erősek ezek az Uruk bodyguardok. Oké, már csak 5. Wow, mi a fene? Berserkerek kicsit nyomuljanak előre. Várjunk, ezek aranygerendások? Igen, azért nem adják fel, ugye? Már csak 4 Nazguy van, wow. Oké, megtört a izé, megtört az Uruk bodyguard. Jézusom. Ó, te jó ég. Több mint 7000-en voltak. Nazguy hol van? Nazguy. Csak 484, nem is olyan sok. Íj, bakker, micsoda öléseket szedtek össze. Te jó ég, berserkerek ugye 200-akon felül, meg 300-on felül. Ám bár a legtöbb ölés 508, nem igaz, 633 Uruk-hai számszeriázja. Igen. Ám bár a Nazguy valójában nagyon jól teljesített. Ugye ahhoz képest, hogy csak 36-an vannak egy csapatban, ha úgy vesszük, akkor mindig a Nazguynak van a legtöbb ölése egy csatában. Mert ugye csak 36-an vannak egy csapatban. Oké. Ó, te jó ég. Amúgy annak örülök, hogy nem fagyott ki a játék. Mount Gundabad overrun, ja. Oké, Gindet tovább tudom fejleszteni. Oké, át tudom képezni a Nazguy egységet, az nagyon jó. Oké, Dolamrodba meg kéne építeni az Advanced Armorert. És ugye kell a Drill Square Kelet-Osgiliadba. Rendben, ugye itt még van, valójában sok egységem megmaradt, sok berserkert visszakaptam. Ha ez a mordori sereg is megindítja a támadást, kevés a számszerű jász. Ám bár legyőzzük őket. I respect you, my enemy. Oh, shit. Orcs! No sleeping here! Mi az már? Meg fogják támadni Fenas Drunint. Let us settle matters on the field of battle. Ajaj. Pick your feet up! We have completed an objective. I'm gonna stick you! Oh, hogy az a meg... igen, kaptak egy scriptel sereget. A Borgs Champion és Pale Uruks, vagy ugye ezek a fél trollok. Oké.
Van Orc Avengers, 10-es rohamozás, az igen. Jó egységeik vannak amúgy. Get ready for fighting. No sleeping here. Break for orcs. Come on. Get ready for fighting. Pick your feet up. No sleep. Come on. Objective complete. Oh! Regroup. We have completed. No sleeping here. We have completed an objective. Oké, okay, ugye most megint az, hogy össze kell gyűjtsek seregeket. Orcs. Come on. No sleeping here. Objective complete. Come on! We have completed an objective. Move! Objective complete. No sleeping here. Pick your feet up. Na jó, ám bár arra gondoltam, hogy zárom a videót, és hogyha minden igaz, akkor ugye ez a másik inváziós sereg is meg fogja támadni ugye Karazgaladon, de le fogjuk győzni őket simán. Ó, te jó ég, a trollokat mind visszakaptam, lol! Az nagyon király amúgy. Az nagyon-nagyon király. Igen, mert ugye ők voltak az elsők között haltak meg ugye a trollok, és elveszítettem egy csomó más egységet, így a trollokat kaptam vissza. Ugye mindig azokat az egységeket kapod vissza, akiket legelőször kezdesz el elveszíteni. Ezzel a csapattal irány erre. Na jó, akkor nagyjából ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!